Sziasztok, srácok! Üdv a csatornán, Keeper vagyok. Megjött a posta, és meghozta a csomagot, ugye, amit nagyon vártam már a kormányról, és úgy gondoltam, hogy csinálok róla akkor egy ilyen unboxing videót, meg egy ilyen bemutató videót. Na, akkor essünk neki! Annyit még ugye elmondanék róla, hogy nem újon vettem, hanem használtan, és hát a srác elmondása szerint, meg igazából néztem a képeit, busz szimulátorhoz használta kizárólag, és képzeljétek el, annyit még így alkfűzzek hozzá, hogy egy olyan setupja volt a srácnak, annak az egyik része volt ugye ez az eszköz, ami egy konkrét Icarus műszerfal volt kialakítva a gépéhez, és ott szokta használni. Ez csak egy érdekességnek megemlíteném. Na szóval, a legelső dolog, ami így a kezembe akadt a csomagba, az nem más, mint maga ez a panel, amit ugye fel tudsz fogadni az asztalra a kormány mellé, és tudsz használni különböző funkciókat. Ugye rá tudsz programozni a billentyűkre. Van rajta egy ilyen joystick, amivel valószínűleg leginkább ilyen rakodógépet tudsz működtetni. Egyébként ez a joystick ugye azon kívül, hogy így különböző irányokban működik, ugye csavarható is, és emiatt egy plusz tengelyt így rá tudsz konfigurálni. Egyébként van rajta itt egy ilyen tekerőgomb, ami szerintem ilyen tempomatot vagy ilyesmit érdemes rárakni. Érdekes, van rajta egy ilyen 21-es, nem tudom, hogy ez... Ja, 21. gomb? Értem, mert ugye meg vannak számozva. Ugye 1-től, konkrétan 21-ig, plusz még itt a 22-es, 23-as, 24-es, meg magán joystickon is vannak különböző gombok, amint látjátok. Egyébként kettő fajta létezik ebből a kormányszetből. Az egyik az ugye egy G logó van rajt, ugye a Logitechnek a logója, a másikon meg pedig egy Cytec logó, gyakorlatilag ez a kettő cég gyártotta talán, és ez a két verzió van belőle. Következő dolog ugye a gáz és fékpedál, hát erre olyan túl sokat időt nem akarok pazarolni. Viszont van itt szerintem, ami jobban érdekel minket, legalábbis engem mindenképpen, az pedig nem más, mint a kormány, ami, hát igen, aki az ilyen versenyjátékokhoz készült kormányokhoz szokott, annak, azoknak lehet, hogy egy kicsit furcsa, egyébként nekem is furcsa a kialakítása, viszont marha jó, mert ugye ez szándékosan szimulátor játékokhoz készült, leginkább farming szimulátorhoz, emiatt a dizájnja ugye olyan, mintha egy targonca kormány lenne, vagy pedig egy ilyen modernebb munkagépnek, akár traktornak ugye a kormány szerkezete. Ugye megtalálható rajta ez a golyó, aminek segítségével ugye könnyebben tekered. Ilyen tök jó kialakítása van, ilyen mély agyas. Egyébként nagyon tetszik a kontraszt, az megfogott benne, hogy ugye a maga kormánynak a küllői, azok ilyen fényes anyagból vannak, a maga a kormánynak az a karika része, az meg kicsit ilyen mattosabb. Egyébként középen van egy dudagomb, és ez a kettő kezelőszerv, ez nagyon fontos, mivel ugye, ha farming szimulátorban például ki akar szállni a járműből, akkor nem kell félreraknod a kormányodat, hanem az egyikkel tudsz mozogni, a másikra meg tudsz nézelődni. A nézelődés természetesen gépen belül is működik. Amit még érdemes róla tudni, hogy
A kormány nem force feedbackes, tehát erő visszacsatolást azt nem tudja, nem is baj részemről, én nem nagyon szoktam használni az erő visszacsatolást kormányokba, főleg egyébként, ha videózol, akkor nem annyira előnyös, mivel ugye az erő visszacsatolás az akármennyire is, de hangot ad, akkor is ugye, hogyha kikapcsolod ezt a funkciót, mert ugye a mechanikát, az áttételeket, azokat te át kell, hogy mozgasd, hogyha egy nem force feedbackes kormánynak, meg ugye gyakorlatilag nincsen hangja, szinte semmi, ugye mutatom, hogy ilyen konkrétan, nem tudom, amennyi a tengelyen ugye forog körbe, viszont még annyit akartam mondani, hogy ugye 900 fokba körbe tekerhető, szóval ez szerintem ez tök frankó, ez így tetszik. Középre egyébként visszahúz, szerintem szimulátor játékokhoz bőven megfelel, főleg ugye én farming szimulátorhoz fogom használni, de elképzelhető ugye RTS 2, SnowRunnerhez is szerintem tökéletes lesz. Egyébként ez maga ez a panel, ez meglepően nagy. Én ebben néztem róla képeket, meg néhány videót is, de nem gondoltam, hogy ilyen nagy. Ez ilyen tök nagy, most nekem nincs olyan kicsi kezem, de látjátok, hogy ez ilyen tök jó, ilyen elég masszív. Néhányan írtatok, hogy negatív kritikát a kormányról, hogy volt nektek, és nem annyira jött be, meg nem olyan rossz, nem olyan jók az anyagok. Nekem maga a design az rohadtul tetszik. Hát nem tudom. Kíváncsi leszek, hogy mennyire fog beválni. Egyébként, igen. Egyébként ez itt gumi. A gombok azok egész jók, kíváncsi leszek. Egyébként ezek nem billenő kapcsolók, ugye ezek nagyon úgy néznek ki, ezt meg is mutatom, hogy ez a négy, ez úgy néz ki, mint hogy ilyen billenő kapcsoló lenne, de ezek is ugye gombok. Esetleg arra jó, hogy ugye jobban meg tudod különböztetni, mondjuk rárakod az indexeket, vagy amit szeretnél, és gyakorlatilag saját magadnak ugye testre tudod szabni teljesen. Szerintem maga a dizájnt különben marha jó, nekem nagyon tetszik. Egyébként ez ugye használtam, vettem, ahogy mondtam, egyáltalán nincsen lelagva, egy darab kart sincs rajt. Ugye az újjára az olyan, nem is tudom, talán a legolcsóbb webshopok, az Isten által mögötti webshopokban, ott megkapod már talán olyan 95 és 100 között, de egyébként egy olyan 110-120 szokott lenni. Én ugye ennél jóval olcsóbban sikerült megvennem, és igazából, hogyha jó, akkor talán nem is bántam meg, hogy használtam, vettem meg. Egyébként a rögzítést azt elfelejtettem mondani, vagy mutatni, ilyen jó derék, nagy csavarokkal lehet ugye rögzíteni, akár ilyen nagyon vastag asztalhoz is, azt látod. Egyébként itt van rajta pókháló. A srác mondta, hogy nem nagyon használta, főleg az utóbbi időben csak porosodott neki. Ahogy említettem, hogy a buszszimulátorhoz használta mind a kettőt, egy olyan setupja volt, ami ilyen komplett Icarus műszerfal volt neki kialakítva. Szó szerint egy Icarus műszerfal volt beépítve az egész. Ja, ez is ugyanúgy rögzítődik, szóval nagyon egyszerű. Nekem tetszik. Mindenképpen csinálunk róla a tesztet, aztán meg fogjuk nézni, hogy igazából érdemes volt-e megvenni, vagy pedig nem. Na szóval, srácok, össze is állítottam magamnak ezt a setupot. Egyébként annyit elmondanék így előjáróba, hogy konkrétan azon kívül, hogy én bedugtam a kettő darab USB kábelt, és elindítottam a játékot, nem történt semmi. Tehát nem telepítettem új illesztő programot, nem lett semmi beállítás eszközölbe a Windowsba, és a játékba se csináltam konkrétan semmit. Tehát a menüben, az irányításnál semmilyen beállítást nem eszközöltem. Tehát úgy van, bedugtam a két USB kábelt, elindítottam a játékot, és itt vagyunk, és azt vettem észre, hogy már, ugye érzékeli a kormányt, mindjárt ki fogjuk próbálni, hogy. Egyébként még annyit vettem észre, hogy ugye, hogyha egérrel kezdesz mozogni, mert itt van egyébként az egered, meg itt van fent a billentyűzetem, egérrel kezdesz mozogni, akkor kapásba ugye írja az egérrel és a billentyűzettel, hogy milyen funkciók elérhetőek bal felül, de hogyha hozzáérsz valamilyen bármihez, a kormányon vagy a kezelőpanelen, akkor egyből látni, ugye, hogy azokat a billentyűket írja ki, hogy éppen mit tudsz elérni a kormányon és a kezelőpanelen. Csaltam egy kicsit,
Annyit megcsináltam, hogy konkrétan hozzáértem ehhez a kettő darab analóg karhoz, amelyik az egyik ugye a mozgásért felelős, a másik az pedig a nézelődésért, és rohadtul jól működik. Ugye még egyszer mondom, hogy semmit nem állítottam, abszolút, úgyhogy tökéletesen működik mind a kettő. Ráadásul, hogyha mozogsz, akkor a gázpedállal konkrétan sebességet tudsz növelni, mint hogyha futásba kapcsolnál. És ez nekem nagyon tetszik, hogy ez így van megoldva. Úgyis arra áll az embernek az agya, hogy ugye gázt nyom, akkor ugye gyorsan van mozog. Így már ugye a billentyűzetet, meg az egeret konkrétan így ki tudod hagyni. A vasd ugye itt van, tudsz egyszerre mozogni, futni, nézelődni, konkrétan bármit meg tudsz csinálni, ami nekem nagyon tetszik. Rendben. Menjünk a járműhöz, és ott is kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog működni ez az egész. De ez egyébként nagyon tetszik, hogy ugye nem kell az egérrel szórakoznod, tehát már így gyorsabban történik a dolog. Látni ugye, hogy írja, hogy a hármas gombbal be tudok szállni a járműbe. Belső életbe kapcsolnék, amit megmondom őszintén, hogy nem nagyon tudom, hogy kell, de igen, ott írja is, hogy kamera választás jobb analóg kar megnyomásával történik. Na, ez itt például szuper. Ugye a nézelődés az továbbra is ezen az analóg karon van. Fölraktam egyébként ezt a Real Cabin nézetet, Y-volt, és így ugye nem tudom átfordítani teljesen a kamerát. Ez annak köszönhető egyébként tök jó. Egyáltalán nem zavaró, hogy ilyen lassan mozog, inkább ilyen smooth lesz tőle a mozgás, nekem ez így nagyon tetszik. Ugye ott írja mindent, hogy a térképnézetet hogy éred el, gyakorlatilag bármit. Tempomat kibekapcsolásra írja, hogy a 25-ös gombbal tudod. A 25-ös gomb, az meg ha jól sejtem, az konkrétan az, hogyha ugye megnyomod ezt az egér, vagy ezt a görgőt, és akkor be tudod kapcsolni. És a tempomatot ugye ezzel a görgővel, vagy ezzel a igen, ezzel a görgővel tudod állítani. Amelyik például rohadt jó, ilyen kis kattogós, kicsit olyan, mint egy egérnek ugye a görgője. Ez nekem például rohadtul tetszik. De várjátok, nézzük közben a kormányt is. Mi az, ami van? Hát a duda, az ugye a középső, ugye ott helyezkedik el, mint a valóságban. Azt akartam még nézni, hogy a váltó, mert ugye vannak váltófüleink is, a váltófülek azok nincsenek konfigurálva, hanem ezen a traktoron például automata váltón van, szóval vissza fog kapcsolni, de látjátok, hogy jobb oldalt látni, hogy vált a jármű. Ó, és át tudod kattintani, hogy ha akarod, van itt egy funkciógomb, így ugye például váltó, így át kattintod, akkor nézelődés, ami tök jó, gyerekek. És van egy piros gombom, ami még rájuk kell, hogy jöjjek, hogy mi. Aha. Jó, tök jó. Na jó van, gyerekek. Ugye akkor ez ilyen több funkciós dolog akar lenni. Nem tudom, hogy hogy tudom eltüntetni azt a dolgot. De valószínű, hogy egyelőre még fölnyomunk oda a billentyűzethez. Az is egyébként itt bőven elfér. Egy kicsit furcsa a kialakítása a kormánynak, mert eléggé alacsonyra kerül, szóval, hogyha ilyen nagyon alacsony asztalod van, akkor azt mondom, számíts, hogy így rálóg a combjaidra, mert konkrétan így leló az asztal síki alá mind a kettő eszköz. A kormány is, és a maga ez a kezelő panel is. Na, gyerekek, induljunk el, nyomok egy kis gázt. Ó, és ez úgy látom, hogy tök jól működik. És még egyszer mondom, hogy semmit, abszolút semmit nem konfiguráltam. És az nekem nagyon tetszik, hogy konkrétan ennyire plug and play, hogy rádugtam az eszközt. Egyébként a Holt játékot azt állítanám, mert a Holt játéka az elég nagy. Viszont az irányítás az baromi jó. Most erre ráállítottam a nézelődést. Ez tetszik, gyerekek. Igen, a Holt játékon valószínűleg állítanék. Annyit talán megtennék. De különben maga az irányítás az tök tetszik, ez tetszik. Soha nem volt olyan kormányom még, amelyik ilyen 900 fokba tekerhető, hát ezt szokni kell, ugye. Nem csak egy jobbra-balra gombot nyomok, hanem konkrétan teljesen ki kell tekernem a kormányt. Viszont nagyon jó, a gáz ugye rettenetesen könnyen elagolható, ez nekem ez nagyon tetszik. Tehát ugye, ha akarsz, akkor tempomat nélkül is mondjuk tudsz menni, mondjuk, próbáljuk meg így, látjátok egy 6-7-tel vagy egy 8-al. Nem kell, ugye billentyűzettel játszasz, akkor vagy teligázt nyomsz, vagy pedig ugye nullát.
az a két opció van, mert ugye gyakorlatilag a dupla V-t lenyomod, akkor... akkor ugye az történik, hogy telige azt nyomsz. Ah, tetszik egyébként. Megyünk egy karikát, meg valószínűleg ki fogunk próbálni majd egy munkagépet is. Hoppa, egy szarvas meg kiugrott el, gyerekek, hát összetörjük a rendben. Egyébként így is tök jó használható. Mármint a, egy dolog, ami nem tetszik nekem így elsőre, az, hogy túl erős a visszahúzás középre. Ugye az, hogy így gyakorlatilag így visszatekeredik, az nekem egy kicsit erős. Azt legszívesebben kivenném belőle ezt a rúgot. Hadd tekerjen már én vissza, ne kelljen azt, hogy mindig visszaugrik. Ezt nem tudom, hogy ez kikapcsolható, valószínűleg nem, mert valami mechanikai dolog lesz. De egyébként nem rossz. Nézzük a... Ugye most automata váltón vagyok, tehát a hátra menet az ilyen... így konkrétan a fékpedállal zajlik, de viszont az is tök jól szabályozható. Valószínűleg, hogyha játszani fogunk farmingot, akkor mindenképpen manuális váltóval fogja a keeper. Igen, jó. Nem tudom, az index például min van. Ki kellene próbálnunk esetleg. Visszahozom én ezt az F1-et, és megnézzük. Képi munkás menüje, tempomat, sebesség, igen, kameraválasztás, dudat, térkép, nézet, átkapcsolása. Oké. Ugye, ahogy hozzáértem az egérhez már kapásból, azokat a lehetőségeket mutatja, amik ott vannak. Na gyerekek, visszamegyek. Visszamegyek a bolthoz. Igen, itt középen nagyon nagyot ugrik. Ezt nem tudom, komolyan mondom, legszívesebben szétszedném, hogy ne legyen ez a középre húzás. Ez a középre húzás engem egy picit zavar. Ez a középre húzás, hogyha teljesen... teljesen én tekerhetném vissza, nekem az úgy jobban bejönne. Ez egy kicsit olyan fura, hogy így egy rugó húzza középre. Ez egy kicsit nekem zavarom. Meg a Holt játékon kell állítanom, mert konkrétan egy... ekkora, egy ilyen 40 foknyi... akkor kell tekernem ugye, hogy a Holt játékon... vagy a Holt szakaszon túl lendüljön a gép. Na srácok, kellene vennünk egy olyat. Várjátok, hadd nézzünk elő. Kameraváltás. Oké. Okay. Térképnézet, tempomat. Mivel is kellett kiszállnunk? A kettes gombbal? Vagy az egyes? Kettessel? Vagy az egyessel? Gyerekek. A menü, vagy az, a térkép az egyes gomb. Jó, oké, tudjuk. Akkor igen, a hármas gombbal szállsz ki, és azzal szállsz be. Oké? Okay? Megyünk a bolthoz, aztán mindjárt valamit kellene eszközölni, kellene venni egy gépet. Mindenképpen ugye ezzel a farming szimulátor dologgal, bolt menü megnyitása, bal. Oké, okay. És itt, opa, nem, elnézést. Oké, okay. Hogy kell navigálnom? Az a baj, hogy pont nekem, aha, itt van, jó van, így van a navigálás. Tök jó, oké. Okay. Kellene nekem mondjuk egy traktor, vagy inkább akkor vegyünk már egy teleszkópos targoncát, gyerekek, azt megpróbáljuk, az olyan jó. Hogy kell megvennem, az a baj, nekem is kitöröli, vagy kijelölés, az a kettes gomb. Oké, okay. Veszünk egyet, megnézzük, hogy mégis milyen lesz, gyerekek. Vegyünk egy GCB-t akkor, ha rúd legyen kövér, ugye? Megvesszük, oké, okay, kettes gomb. Ugye teljesen kicserélődik a menürendszer arra. Nézzük, vissza gomb, az azt mondja, hogy az egyes gomb. Jó. Egyébként gondolom elég hamar megszokható, és akkor kellene teleszkópos targoncához eszköz. Várjátok, gyerekek, én még egyelőre még itt szenvedek, jó? Szenvedek vele. Valószínűleg, hogy nagyon egyszerű megtanulható, meg hogyha megtanultod, akkor onnantól tök jó elkezeled. Csak még... jaj, ne kiléptem. Igen. Igen, bocs, gyerekek. Kiléptem. Teleszkópos targonca. Oké. Okay. Egyébként ezzel is tudsz navigálni, ugye, meg a nyilakkal is tudsz, mert van itt 4 darab nyíl, amivel azzal is tudsz mozogni a menübe, de konkrétan ezzel az analókkal is tudsz. Teleszkópos targonca, és a kijelöl, az a kettes gomb, ne felejtsük el. Oké, és akkor vegyünk valamit. Vegyünk egy olyan eszközt mindenképp, amelyik így záródik is. Kíváncsi vagyok, hogy az hogy fogja megoldani. Oké. Okay. És akkor kettes gomb, és kettes gomb, oké. Okay. Oké, okay. És akkor mivel lépünk ki?
vissza az meg az egyes. Jó, és az egyes, oké. Akkor ezt már így kitapasztaltuk. Leginkább farming szimulátorba akarok ugye kipróbálni. Ezt egyébként a mozgás az is tök jó, csak egyébként ezeket a billentyűket ugye megtanulnod. Az egy kicsit még furcsa. Most bocsássatok meg gyerekek, de egy kicsit itt külső nézetbe vereti a keeper, mert kíváncsi, hogy hogy működik. Iha. Nagyon furcsa egyébként. Nagyon régen játszottam kormányjal, úgyhogy nézzétek el nekem. Oké, mivel veszi fel? Kettes gombbal felveszi. Oké. Egyébként, hogyha játszunk természetesen sorozatba, akkor... Na, várjátok, most erre kíváncsi vagyok. Igen, most át van kapcsolva. Ó, de jó. Gyerekek, nagyon jó, nagyon jó. Várjátok, ezt meg kell, hogy mutassam nektek. Ugye egy ilyen egyszerű eszköznél például úgy működik, hogyha ezt a joystickot csavarom, tehát ugye lehet tekerni, akkor konkrétan be tudod csukni és ki tudod nyitni az eszközt. És az a durva, hogy ennek is van sebessége, tehát tudom ilyen nagyon lassan, meg ha nagyon meghúzom, akkor tudom ilyen nagyon gyorsan. Értitek, hogy nagyon, ilyen nagyon finoman is tudsz vele, hogy épp hogy így. Ennek is ugye tudod állítani így folyamatosan a sebességet. A lefele-felfele, ez egyértelmű lefele-felfele, és balra-jobbra, ezzel meg így tudsz vele dolgozni, úgyhogy ezzel azért eléggé konkrétan tud dolgozni az ember, főleg, hogyha megtanulja teljes mértékben a dolgokat. Nagyon tetszik. Kormányozási módválasztás, ugye, ez meg akkor. Nem azt állította ki. De azt. Oké. Okay. Ugye van itt baloldalt egy rovasz, azt veszi rovasznak. Térképnézet átkapcsolása. Tempomat sebesség választás. Következő eszköz választás, tehát akkor tudsz. Ez mi az? Ja, a következő eszköz az magán a gépen. Oké. Okay. Szuper. Nézzük meg ezeket a billentyűket, hogy mire való, vagy ezek a gombok. Valószínűleg gyárilag be van a konfigurálva, de igazából mondhatni felesleges is, mert ugye végig is tudod nézni, ha akarod. Vagyis rá tudod állítani, hogyha akarod. Aha, ez a térkép. Ez a térkép, ez a kilépés, ez a hármas. Kettes az, ez a kettes még nem tudom mi. És ötös. Aha. Ő a bolt felé, a hatos. Lehet, hogy vannak hozzá rendelve funkciók, csak pont az a gép nem tudja. Aha, lamp, világítás. Vészvillogó. Világítás, szintén. Ha ez csak tompító, vagy ilyen helyzetjelző, ez meg ilyen még durvább. Index, elakadásjelző, ő pedig a jobbra index. Ez viszont tök jó, mert így kapásból tök jó. Opa, bocsánat. Kapásból ugye tudsz egyből indexelni, mondjuk a bal index, jobb index, ő pedig, aha, ővel meg tudsz felcsatolni eszközt. Szuper gyerekek, tök jó, tetszik egyébként. Visszalépés. Ezeket egyébként, hogyha megtanulod ezenek elég nagyobb panelnál, konkrétan nincs szükséged egérre és billentyűzetre. Belső nézet, ez melyik volt? Ezeket fú, de meg kéne tanulni. Kamera választás, ugye ez. Jó van gyerekek. Menjünk egy kört. Igen, ezzel azért el lehet pakolgatni. Fú, egyébként ez nagyon érdekes lesz, mert ugye a sorozat, amit akarok kezdeni, az kizárok belső nézet. Látok, hogy tudom kitolni? Hogy tudom kitolni? Arra még kíváncsi vagyok. Hogy ő, a kitolni, arra az hogy van. Épi dolgozó menő, tempomat kibekapcsolása, ezt nem tudom, hogy ugye ezt ki is lehet tolni őt. Az hogy. Itt, hogy nyomni kell valamit hozzá. Nem tudom, hogy nem jött rá, hogy kell kitolni. Vagy kell kitolni vajon. Srácok, jöjjünk már rá. Nem tudom, hogy tudnám kinyomni magát, ugye a game szerkezetet, tehát ez nem nagyon akar menni.
Tehát, hogy én vagyok a béna. Hoppá, az el, itt van az F1. Ezzel el tudod tüntetni gyárilag, ez is tök jó. Őt nem tudom, hogy mi akar lenni. Jó, srácok, szerintem jó. Oké, menjünk egy kört megint. Ez élem egyébként. A kormányzásban tényleg azt nagyon kell szokni, és az nagyon zavaró, hogy sajnos ez a középállás az elég durva. Majd írjátok meg, akinek van ilyen kormánya, hogy nektek erről mi a véleményetek, és valahogy ki tudtátok-e iktatni, vagy titeket nem zavar-e. Mert engem egyébként ezt tud zavarni. Hoppa. Ja, itt vége van a mapnak, nekimentünk a végének, szélének. Kimentünk a mapról. És gondolom nem árulok el meglepetést azzal, hogy milyen mapok fogjuk csinálni az RP jellegű sorozatokat, és a full reális. Gyerek, igen, és az a baj, hogy amikor tekered át, ugye középen így van egy ilyen akadáspontja, egy középálláspontja, és ez engem zavar egy kicsit. Jó. Amúgy különben nem rossz. Szokni kell természetesen, de nekem egyébként bejön. És nem is baj, hogy rajta van ez a golyó, mert ezzel tök jól tudod tekerni. Igen, tök jó, gyerekek. Még annyit kipróbálnék. Ja igen, igen, ezen meg ugye, aha, jó. Jó, bocs gyerekek, csak közben itt agyalgatok. Ez tényleg egy jó kormány. Az anyaga, nem tudom, írtátok, hogy ilyen teljes, vagy tejfölös dobozszerű anyag. Egyébként nem tudom, hogy mennyire tud. Hoppa! Ezt hogy csináltam őt? Hogy váltottam a gépet? Ó, ezekkel a nyilapkal úgy látom, hogy gépek között váltasz oda-vissza. Ez viszont nem rossz. Ez se rossz. Jó, hát ezeket mind meg kellene szokni, és akkor ki tudnám iktatni a billentyűzetet ebből a sorozatból. Ez tök jó. Melyikkel szállunk ki? Kettes. Hármassal? Szuper. Mivel ugrunk, gyerekek? Mivel ugrunk? Hoppa. Hol van az ugrás? Hol az ugrás? Hol van az ugrás? Ha olyan mondjuk egy ugrás, az nem ártana. Nem, egyszer egyik sem. Ezzel beszállunk, jó. Mondjuk ez a kormányon kellene lennie, mert mondjuk sokat nem ugrálsz a farming szimulátorba, de azért van, hogy igen, nem? A guggolás és ugrás, jó, megvan a guggolás, meg az ugrás is. Oké, srácok. Ilyen kicsit ugrik a farming a 22-ben, nem ugrott ez nagyobbat? Ó, jó. Oké, srácok. Tök jó. Jó van. Szerintem akkor ennyi lett volna ez a teszt. Hát, konklúziót, mit mondjunk? Egy pozitívumok. A pozitív, a nagy pozitívum, ugye a 900 fokos kitéríthetőség, ez nagyon jó. A pozitívum még, nagy pozitívum, hogy tényleg nagyon plug and play, gyakorlatilag minden funkció tökéletesen működik. A Farming Simulator 19-en legalábbis. Pozitívum még... Talán hát ő felbecsülhetetlen szerintem, hogyha ilyen sokat rakodó gépezel, meg ilyeneket szeretsz csinálni. Ő nagyon jó. Ő is nagyon jó a tempomat tekerő, meg ugye a bekapcsoló része, ez is nagyon tetszik. Rengeteg programozható gomb, mondjuk ezeket úgy szabod testre, ahogy ugye szeretnéd. A kettő darab analókkal, ugye, vagy melyikkel egyikkel mozogsz a másikkal, meg nézelődsz, ez is egy baromi jó dolog. Konkrétan mindent tudsz bele vezérelni, annak ellenére, hogy kormány, ami gyakorlatilag a játékban van. Tanulni kell természetesen, elég sok, hogy egyébként Sanyika meg itt látszik, basszus alul, meg az én lábam. Na, és igen, viszont ugye tanulni kell. Ami negatívum, ugye elsőre ez, hogy nagyon erős a középre húzás, és ahogy fordítod át, van egy ilyen akadáspont is, ugye, mert itt eddig ugye erre húzza, ott meg erre, és akkor egy ilyen kicsit furcsa, meg egy ilyen kattanó hangja is van. Ez nekem nagyon nem jön be. És ez érdekes, mert egy teszter sem mondta, hogy legalábbis amit néztem eddig, hogy ezzel így problémája lenne. A még negatívumnak mit mondanék?
Sokan írták, hogy rövid a vezeték, nekem nem tűnik rövidnek, bőven elérek mindenhova, ahova akarok vele. Én úgy gondolom, hogy nem rossz ez a cucc. Hát ugyan, Sanyika mindig elviszi a sót, elkezdett társni. És, hogy mondjam, ugyan valószínűleg, hogy annyi pénzt 120-at, 100-120 ezeret nem adnék érte, de úgy, hogy használtam, megkapod, és leginkább szimulátorozol, akkor esélyes, hogy talán még meg is éri, hogyha megfelelően jó áron jutsz hozzá. Annyit még szeretnék kérni, aki nézte, hogy esetleg akinek van, az ezzel nem tud valamit csinálni, vagy nem eszette szét, vagy nem tudom mennyire kell megbontani, mert hogy ezt én nagyon ki kapcsolnám, hogy így középre húzzon. Ez nekem nagyon zavaró tud lenni. Mert igazából én nagyon szívesen eltekeregetem oda-vissza, nem kell nekem az, hogy mind a itt béna lennék, hogy középre húzzon a kormány, ugye. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, érkeznek a videók, Farming Simulator 22 mindenképp ezzel. Egyébként nagyon szeretném azt, hogy ez már Farming Simulator 22 sorozathoz tartozik, hogy úgy szeretném megoldani, hogy legyen, ha nem is ilyen nagy, de mindenképpen legyen egy kormánykamera, hogy lássátok, hogy igazából mit szenvedek itt vele, meg később talán érdekes lesz, hogy működik az egész. És a Farming Simulator 22-es sorozat, igaz, hogy ott a térkép van, de gondolkozok azon, hogy HUD nélkül játszunk. Ugye a valóságban sem nagyon szokott HUD lenni, így meg nem nagyon szokott minimap lenni, amikor valóságban élsz, nincs kint a látóteredben bal oldalt egy minimap, amiben tudod mindig, hogy hol jársz. Inkább az legyen szerintem, hogy tájékozódnunk kell ott, ahol élünk. Hát a valóságban is, a faluban, ahol élsz, vagy a városban, nem térképpel közlekedsz a boltba, meg mindenhova. Na, még ennyit akartam hozzáfűzni, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, jók legyetek, sziasztok!